a japán tájakat és a kultúrát mutatja be Cseh Mónika fotókiállítása az Ifjúsági Házban. Cseh Mónika hobbifotós kiállítása nyílt meg december 1-én az Ifjúsági Házban. A főállású anyuka minden szabadidejét a fotózásnak szenteli. Férjével Japánban jártak, ahol a gyönyörű tájak és a kultúra ragadta meg. Gyerekkori emlékeim között szerepel, amikor apukámmal még előhívó gép előtt ücsörögtünk, és ott hívogattuk elő a képeket, tehát már nagyon régóta foglalkozom ezzel a fotózással, hát igazából csak hobbi szinten. Ami Japánról megkapott engem, az a rend és tisztaság, és az, hogy milyen szép fegyelmezetten élnek, és igazából rengetegen vannak, tehát borzasztóan nagy tömegű ember mégis tud ilyen határozott rendben viselkedni, és tisztelettudóan, és precízen. Vannak olyan képek, amikből így megragadt tényleg a harmónia, az, hogy a szent helyeken voltunk, tehát a szentélyek környékén igazából egy olyan nyugalom és béke vett minket körül, tehát azt tényleg harmóniának nevezhetném. Felejthetetlen, csodálatos volt igazából. Nagyon gyorsan eltelt, nagyon-nagyon sok mindent láttunk, és nagyon sok élménnyel tértünk haza.